20 percet később véletlenül arra járva. Igen, hát végül is nem véletlenül arra járva, hanem az akcióosztály brigád vezetőjeként a bűnügyi egységek közül az elsőként érkeztünk természetesen. Na most én Fenyőt felületesen ismertem, 3 vagy 4 alkalommal beszélgettünk üzleti ügyekről, volt neki egy televíziós vállalkozása, kazettán terjesztett televízió műsorokat. Párszor voltam nála, feltűnt két dolog, az egyik, hogy hihetetlen önbizalommal beszélt olyan terveiről, amelyek megvalósulásában egyáltalán nem hittem. Lőteret építeni, Marcibányi téren épületeket megszerezni, tévécsatornát indítani. Ez volt az egyik dolog. A másik, amikor kikísért a lifthez, akkor úgy nyitotta ki a gombot, vagy úgy nyúlt a lift gombért, hogy lássam a revolvert az övében. Na most én azt gondolom, hogy egy roppant összetett egyéniségről volt szó. Szóval azt feltérképezni, hogy ennek az emberek milyen érdekeltségei vannak és milyen ellenségei, hát az valami eszméletlen lehetett. Igen, kétségkívül biztos, hogy nagyon komoly felderítő munka van már a rendőrség mögött. Egyet viszont nem szabad elfelejteni, hogy ez a bűncselekmény végül is árába és végrehajtásába azért behatárolja a végre. Tehát, hogy mennyibe kerülhetett azt, pontosan, hogy ezt megcsinálni? Pontosan. Én arra gondoltam, hogy valaki találnak, és akkor ez géppisztolyra oda megy, és hogy fel, és 20 lövés. Nem, ez nem így van? Ez egy nagyon komolyan előkészített, esetőleges helyszínű végrehajtású bűncselekmény, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül erre a helyszínre készültek, de felkészültek több helyszínre. Hát itt Kovács Lajos, a döglött ügyekkel foglalkozó rendőrségi alakulat vezetője azt mondja, hogy 100 milliós nagyságrendű volt a gyilkosság, tehát ez, így kell gondolkodni. A másik, ami engem meglepett, hát azt mindenki tudja, hogy médiabirodalmat épített, mármint Fegyő. Divatfotós, Népszavát megszerezte, aztán a Nőklapját, és valóban birodalmat épített, és most meglepetésemre előáll, ugye egy ismert Média Cézár érdekeltségével egykoron rivalizáló üzletemberről van szó. Ha azt mondja, hogy kohászat, ha azt mondja, hogy idegenforgalom, ha azt mondja, hogy szállodaipar, de a média, hát kik állhattak szembe őszintén szólva? Nagy nyugati koncernek, igaz, multicégek, amelyek felvásároltak a magyar médiában mindent, és van egy vagy két ember. Szóval én furcsálom, hogy van bátorság a rendőrségnek ilyen konkrétummal előállni. Nem véletlen, hogy van bátorsága. Miért? Amikor már egy Kovács Lajos szintű vezető ilyet mer nyilatkozni, az már azt jelenti, hogy szinte körkörösen értek a bizonyítékok. Én érdeklődéssel várom, hogy mi lesz a fejlemény. Na most nekem a médián keresztül a rendőrség azt sugallja, hogy most már szinte tudjuk, hogy kik voltak az elkövetők, szinte tudjuk, hogy a felbújt és az elkövetők közti kapcsolatot kiteremtette meg, mert ugye ez a lényeg, mert azt nem nagyon hiszem, hogy bemegy valaki egy szórakozó helyre észre, és azt mondja, keresek egy bérgyilkost, hogyha esetleg volna kéznél valaki. Tehát ez az általában úgy megy, hogy van egy összekötő ember, aki itt is kapcsolattal rendelkezik, tehát a nagy üzletember irányába, és a pitiáner, vagy nem pitiáner, de a végrehajtó irányába. Most számomra az a kérdés, hogy ez az ember, aki közvetített, ez most vajon miért szólalna meg? Talán azért, mert börtönben van és alkut kötöttek vele, vagy mi? Szóval érti, hogy mi az én laikus problémám? Igen, először is nem biztos, hogy egy kapocsról beszélünk. Elképzelhető, hogy kapocs sorozatról kell beszélni, és elképzelhető, hogy ezek a láncszemek nem is tudják, hogy mit csináltak. Ez is elképzelhető. És ez olyan, mint a kábítószer dílerek, hogy senki nem ismeri a másikat, csak épp a közvetlen kapcsolatát. Így van. Ennek ez a lényege, hogy a láncon belül bárhol le lehessen forrasztani ezt a dolgot. Na most a média az hatalom. Aki a médiában pozícióban rendelkezik, az hatalom. Így van. Na most a média hatalom és a politikai hatalom köthet-e olyan megállapodást, amelyik azt sugallja, tehát magyarán, a médiahatalom és a politikai hatalom közt létrejött egy olyan megállapodás, amely megmenti ezt a bizonyos üzletembert attól, hogy számon kérjenek rajta egy bűncselekményt, hiszen a felbújtot ugyanúgy bünteti a törvény, ugyanannyit kap, mint a gyilkos. Elképzelhető, hogy egy ilyen alkú áll a háttérben? Nem ilyen nyersen, de olyan alkú mindenféleképpen, hogyha ne adj Isten robban a dolog, akkor elengedjük a kezed. Na most mitől robbanna? A tapasztalatai alapján. Bármitől. Egy rossz elszólás, egy rossz telefon, egy túlbuzgó rendőr, bármi.
abban szól, nekem van, mondom még egyszer, teljesen laikusként, van egy olyan gyanúm, de ezt majd maga megmondjam, ez mégis szakmai kérdés, hogyha a rendőrség előáll, tegnap néztem, főműsoridőben, hírműsorban foglalkoztak a nyomon, hogy a média meldede, hogy nem arról szól a történet, hogy kiugrasztani a nyulat a bokorba, hogy elkezdjen pánikba esni, elkezdjen telefonálni, elkezdjen... Nem lehet, hogy erről van szó? Nem szoktak ekkora dobveréssel nyulatkozni. Igen, elképzelhető, most már csak a korona hiányzik az ügyről. Tehát az utolsó hiba, az utolsó melléfogás, az utolsó pánikos gondolat. Lehet, hogy már csak ez hiányzik. Ön most, hogyha volna a zsebében 100 000 forint, mire tenné fel a pénzét? Hogy lezáródik az ügy, hogy meg lesz a felbújtó, vagy pedig hagyni kell a fenébe az egészet? Én mindenemet fölmerném rakni arra, hogy az egész gyönyörű szépen ki fog gurulni. Tehát az egész ügy ki fog gurulni, ez egy ilyen szakzsargon. Ez mit jelent? Hát gyönyörű szép megfejtés lesz szerintem. Igen? Átolzik. És lesz nagy meglepetés és nagy döbbenet az országban? Igen, lehet. Hát akkor, és mennyit kell még erre várni? Az ezredes úr szerint 2-3 hónap. Hát erre kíváncsiak vagyunk, azt hiszem nem csak én. Köszönöm szépen, hogy eljött. Szívesen. Köszönöm.